A Becsei 2003 teremfoci csapatnak 4 vereség után sikerült megszakítani a rossz sorozatot és megszerezni a 3 pontot. A szerbiai első futsal liga 8. fordulójában a Becsei 2-1-re legyőzte Vránje csapatát. Fair play és tisztességes játék kevés párharccal, kevés góllal és kevés kapu felé irányuló lövéssel. A dél-szerbiai csapat a mérkőzés során nagyobb fölényt mutatott és nagyobb számú helyzetet birtokolt. A 15. percben lőtt gól mellett két alkalommal is eltalálták a kapufát a 17. percben, illetve néhány másodperccel a meccs vége előtt. Azonban a tiszaparti fiúk erőre és koncentrációra kaptak, és a 34. illetve a 35. percben sikerült megfordítaniuk az állást és megtartaniuk az értékes 3 pontot. A Vránye csapatának gólját Predrag Jovanovic szerezte, míg az óbecseieknél Dejan Jovanovic és Marko Novakovic került fel a gólszerzők listájára. Ez utóbbi egyben 10 góllal a liga jelenlegi gól királya is. Úgy vélem, hogy ma az ellenfél jobb volt nálunk, de mégis azt gondolom, hogy erre nem kerülhetett volna sor, ha nekünk nem lennének komoly káder problémáink. Hiányoznak játékosok, hiányoznak az edzések és hiányzik a kondíció. Úgyhogy ez a meccs számunkra kényszenvedés volt, nem tudunk úgy teljesíteni, ahogy az megszokott ettől a csapattól. Mégis gratulálok a fiúknak, mert mindegyikük a szívét hagyta a pályán, mert rendkívüli módon törekedett és mindent beleadott. Ezt a fordulót követően az óbecseiek 12 ponttal a 7. helyen állnak, ezután pedig az utolsó helyezett 0 pontos Ivanyicával csapnak össze. Visszatér az egyik játékosunk, így úgy, ahogy teljes lesz a csapat. Amennyiben ezen a meccsen sikerül eredményt elérnünk, az nagyon jól jön majd nekünk. Ivanyica csapata kicsit későn kezdte a felkészülést, ám az, hogy jelenleg 0 pontjuk van, nem reális képe ennek a bajnokságnak.